Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladónak az újabb epizódjából, ahol most a 70 helyi horgásztavon fogok horgászni, méghozzá metód technikával. 70 hely, ez egy kis baranyai település itt a Mecsek közelében, ilyen 500 fős fakitermelésből élnek itt az emberek, és hát itt ennek a falunak a közvetlen tőszomszédságában található ez a kis, hát szerintem ilyen kb. Ilyen 2,5-3 hektáros kis horgásztó, ami valamikor egy egyesületi víz volt, és utána került magánkézbe, és hát nagyon szépen megcsinálták itt a partot, halasították is. Mögöttünk mennek egyébként az autók, mert itt halad át a 61-es, vagy 66-os, nem tudom, tehát itt halad egy közút, és hát azért van rajta forgalom, úgyhogy egy kis zaj biztos, hogy lesz. De maga egyébként a környezet az nagyon mesébe illő, hiszen körbe erdők vannak, mint látjátok, és hát itt éjszaka, itt aludtam, meg hát itt is fogok még ma este is aludni, mert egy több napot szánok a horgászatra. Éjszaka viszont borzasztó nagy a csönd, tehát akkor már tényleg a... Hát nem mondom azt, hogy a madár se jár, mert a madarak nyilván járnak, és gyönyörű rigófűtyre lehet ébredni. Maga ez a kis tó pedig nagyon szépen be van telepítve. Hát ezen a tavon fogok ma metódtechnikával horgászni, méghozzá két lehetőséget választottam ki. Az egyik az a túlpart elé történő horgászat. Azt mondták itt a helyi srácok, hogy az nagyon eredményes tud lenni, hogyha közvetlenül a szembe lévő part elé egy pár centire szinte letesszük a metódkosarat. Viszont én rá fogok próbálni arra is, hogy mi történik akkor, hogyha egy kosárnyi kukoricával megalapozok itt magam előtt egy ilyen 30 métert, és ránézek majd, hogy esetleg kiállnak-e a rövidebb távra is a halak. Ezt nem nagyon próbálták még itt a fiúk, mindenki áthorgászik a túlpart elé. Egyébként ott nem is lehet horgászni, tehát nyugodtan meg lehet ezt tenni, hiszen be van nőve bokrokkal, ilyen kis fákkal, mindennel, tehát csak erről az oldaláról lehet horgászni a tónak. Hát természetesen lesz egy-két újdonság is, amit megpróbálok majd nektek bemutatni a mai horgászat során is. Hát az egyik újdonság, amit ma ki fogok próbálni, mert még nem horgáztam vele, ezek az új Matrix Ethos botok. Két hozban sikerült most megkapnom őket. Ugye mind a kettő a Distance szériához tartozik. Én nagyon szeretem egyébként ezekből a botokból ezt a Distance szériát, ami ugye a távdobásra utal, de inkább azt mondanám, hogy ezeknél a botoknál ez a Distance, ez azt jelenti, hogy egy feszesebb, karakterisztikusabb bot. Ugye a hossza ennek a botnak 3 méter 70 centi, a dobósúlya az pedig 80 grammos. Ami így első ránézésre nekem nagyon szimpatikus volt, eleve ez a matt fekete bottest, illetve az, hogy a Pro X szériához képest ez egy sokkal gerincesebb ez a bot, tehát jobban meg lehet szerintem húzni. Tehát, hogyha valaki az ilyen feszesebb karakterisztikájú botokat kedveli, akkor ezt a botot ezt tudom neki ajánlani. A gyűrűzés az viszonylag nagy gyűrűkkel látták el ezt a botot, pont azért, hogy ugye a nagyobb távolságok történő horgászatot gond nélkül lehessen kivitelezni. A nyele az egy ilyen kombinált nyél, eva és egy ilyen parafa, vagyis egy ilyen szivacsos, illetve egy ilyen parafa kombinációval van megoldva. Én egy 5000-es orsóval láttam most el ezt a botot. Nagyon kedvelem most már egyébként az 5000-es méretű orsót használni, még a rövidebb botokon is, nem csak a hosszabb távdobó botokon. Na, ha már hosszabb távdobó botokról beszélek, akkor itt van a nagyobbik testvére. Ugyanaz az Ethos széria, ez a Distance Fadernek a 4 méteres változata. Ennek a dobósúlya ez már 100 grammos. Ez három részes, ez a bot, amit az előbb mutattam, az kettő részes. Ezen is egy 5000-es orsót tettem föl, mindkét botomon 40-es, az általam nagyon kedvelt Kralusszó metódkosarak vannak felszerelve, úgyhogy ez a bot lesz az a bot, amivel majd a túlpart elé fogok horgászni, mert ezzel kényelmesen meg tudom dobni. A másikkal, ezzel a 370-essel, amivel egyébként szintén meg tudom dobni még a szembe lévő partot, ezzel azért inkább majd ezt a rövidebb
távot, amit majd meghintek kukoricával, azt fogom majd meghorgászni. Még egy bot van nálam, ez az etető botom, de én etetésre ezt a Foxnak van egy ilyen barbell specialist névre hallgató botja, ez egy 2,5 librás 360-as bot, egy eléggé gerinces, eléggé feszes bot, ugye fonoginorral van feltöltve az a orsó, amivel az etetést végzem, ez is egy nagyméretű, egy ilyen 5000-es vagy 6000-es régi Preston orsóm, és hát itt van rajta a kosár, amivel majd a kukoricát, illetve a nagyobb szemű pelletet fogom majd bekeverni, vagy bejuttatni a vízbe. Hát említettem nektek, hogy két újdonsággal készültem a mai napra. Az egyiket már bemutattam, ez az új Etos bot széria, amit én is egy hete kaptam meg, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogyan fog halalat muzsikálni. A másik pedig maga az az etető anyag, pontosabban mikropellet, amivel ma horgászni fogok. Ugye Magyarországon nagyon népszerűek most már ezekkel a feláztatott pelletekkel történő horgászatok, és hát ezre készülök én is most, hiszen ezen a vizen is búzával, illetve pellettel is etetik a halakat. Úgyhogy én is egy ilyen kis pellet keveréket hoztam magammal. Egy kilónyi Acroft, ez most egy ilyen rák paszta ízesítésű 2 mm-es mikropellet, amiből egy kilónyi fog bekerülni majd a vödörbe is. Be fogom keverni. Hát erről a mikropelletről esetleg az Acroft márka nevet esetleg a ponyhorgászok ismerhetik, de most már a metódosokra is gondolni fog a cég, és hát most vannak egy ilyen bevezető fázisba, úgyhogy nem biztos, hogy találkoztatok még ezzel a márkával a boltok polcain, de majd ide a leírásban majd beteszem a webáruházat, ahol esetleg elérhetőek ezek a termékek. Hát ebből fogok egy kilónyit bekeverni. Hát megillatozom, hogy hát ennek tényleg van bukéja, ahogy szokták mondani. Marha jó egyébként a csomagolása ennek a mikropelletnek, tartós, na, látszik, hogy az angol piacra szánják. Na, ezt zsebrevágom. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb adalék egy etetőanyag elkészítésnél maga a víz, hiszen lehet hozzátenni bármilyen aromát, hogyha nem jól van föl nedvesítve a pellet, akkor ugye nem jár egy kalap szamócát sem. Úgyhogy én is kimérem ebbe a kis tálkámba azt a kis vízmennyiséget, ez durván, ez egy 6 deci vízmennyiség, amit nem is teszem hozzá egy részletben, hanem először csak a felét. Átkeverem. Átkeverem, hagyom, hogy felszívja ezt a durván 3 deci vizet, utána még hagyom pihenni egy kicsit, addig szerelgetek, pakolgatok, és még visszatérek, és meglátom, hogy igényel-e még vizet, vagy sem. Hát lassan elkészültem mindennel, hát már 9 óra felé hajlok, de hát nem sietett senki, hiszen az egész nap az enyém, meg még a holnapi nap is. Hát itt van maga ez a rákpasztás Acroft mikropellet, amit bekevertem. Ennek az illata az, hogy is mondjam, hát egy kicsit durva, kemény, hiszen ez a rákpasztának elég agresszív illata van, úgyhogy az biztos, hogy mondjuk egy ilyen meleg nyári vizekben ez nagyon jól fog tudni működni. Kíváncsi vagyok, hogy majd most ebben a felmelegedő időszakban is működik-e. Az állagát egyébként, ahogy nézem, én úgy állítottam be, hogy durván egy ilyen 4-5 deciliter közötti vízmennyiséget vet fel ez az 1 kg pellet. Ha szükséges még további nedvesítés, akkor itt van nálam ez a spritzni, ezzel meg fogom tudni oldani a nedvesítését. Csaliból mindössze 3 csalit raktam ki ide magam mellé, amit már sokszor mutattam, mostanában ezekkel horgászom. Janin barátomnak ez a mangósa, egy ilyen squid 8 mm-es Promix, illetve a tornádónak ez is szintén egy ilyen squid peach illatosítás vagy ízesítésű pelletje. Én igazából nem annyira a ízesítésében hiszek, hiszen ez a kimondottan erőteljes illatú rákos kaja mellett nem hiszem, hogy lenne nagy jelentősége, inkább a színekben, úgyhogy van ebben narancssárga, pink, fehér, illetve ezeknek a keveréke. Meglátom, hogy ezekkel tudok-e halat fogni, hogyha nem, akkor hát van még nálam bőven csali, majd akkor próbálkozom más színekkel is.
Hát elkezdem most vallatni majd először a túlpart előtti sávot, megpróbálok onnan halat fogni, de azért közben pedig az etető botommal megszórom majd egy kis kukoricával, illetve van nálam egy ilyen hatos pellet, ezzel megszórom még majd itt a magam előtt egy ilyen durván, ilyen 25 méteres távolságot, meglátom, hogy oda is ki lehet csalni a halakat. Na hát akkor végre most már kezdődjön a horgászat. Ez telibe ver bennünket. Igen, fú, te tosó. Te sókám ez. Hát a hátunk mögül igen nagyon csúnya vihar közeledik, úgyhogy gyorsan össze kell pakolni és fedezékbe húzódni, mert ennek felesett réfa. Hát remélem, hogy a vihar elvulta után tudom folytatni majd a horgászatot. Hát de eddig is nagyon jót pecáltam már, hiszen mondhatom azt, hogy minden dobásra sikerült azért fognom egy-egy szép pontyot. Meg hát természetesen a szokásos bénáskodás, eldobott szerelék, szembe a fára földobott szerelék, azért ez benne van a pakliba, de mindemellett azért tudtam szép halakat fogni, és hát remélem, hogy még fogok is. Csak most ez a vihar, ez nagyon vészjósló, dörög, hirtelen elállt minden, a madarak is énekelnek még, de ha azok is hirtelen elhaladnak, akkor biztos, hogy le fog csapni a vihar. Hát ahogy néztük, az időjárás előrejelzést még jégeső is várható, úgyhogy inkább fedezékbe vonulunk. Rendesen elkapott bennünket a vihar, úgyhogy behúzódtam a kis
kuckomba innen vészeltem át. Hát jó két órán keresztül tombolt, szakadt az eső, jég is volt, villámlás, mennydörgés, minden, ami kell, úgyhogy ilyenkor jobb, a biztonságos helyre húzódik a horgász. Ha teheti, hát most szerencsém volt, hogy van itt egy ilyen kis faház, ahol meg tudom húzni magam, és ide be tudtam húzódni. Még mindig csöpörög az eső, de most már lassan azért visszatérek majd a horgász helyemre, eltakarítom a romokat, aztán próbálom folytatni a horgászatot. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz az eredmény, hiszen a tó az biztos, hogy lehűlt, hiszen gőzölgött a jégeső kapcsán, vagy ahogy a jégeső belezúdult a vízbe, egyszerűen elkezdett gőzölni, mintha forrt volna a tó. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a jó párfokos lehűlés, amit most szerintem ez a jégeső okozott, ez vajon a halaknak a kapókedvére milyen hatással lesz. De nem aggódom, hiszen még itt vagyok holnap is, meg hát még előttünk az éjszaka. Bízom benne, hogy kitisztul most már az idő, és egy kicsit föl fog szikkadni ez a hirtelen lezúdult hatalmas nagy zápor. De hát ugye május van, májusi eső aranyat ér, mondják, hát bízom benne, hogy ez így is lesz. Rendesen bezárva. Jó, ki a ládámnak. Hát egy kicsit vizes lesz. Mindegy, hát meg valahogy olvaszolunk. Lényeg az, hogy... Elcsendesedett most már az eső, úgyhogy tudom folytatni a horgászatot. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e kapásom ezután az eső után. Ezért jók ezek a kis evacucok, mert teljesen száraz merek lenne minden napot. Mai nap ez egy ilyen viharosra sikeredes, úgyhogy nem tudom, hogy még mit tartogat számomra. Elállt hál' Istennek viszont az eső, de az eső után közvetlenül is tudtam azért fogni egy-két szép pontyot. Hát most már csendesedik el az idő, hála a jó Istennek. Bízom benne, hogy még a sötétedés előtt azért egy pár szép halat forogra tudok csalni. Terveztem egy éjszakai horgászatot is, de hát ebbe a sártengerbe, ami itt van, nem biztos, hogy az éjszaka megkockáztatom azt, hogy itt csúszkáljak, balettozzak. Lehet, hogy inkább lefekszem aludni, és akkor időbe fölkelek reggel, hogy ezt a part közeli horgászatot holnap ki tudjam próbálni.
ennyi volt a mai nap, ennyi fért bele, hiszen lassacskán este redikált, és terveztem ugyan egy éjszakai horgászatot, de mivel itt minden felázott, és azért elég hűvös is kezd lenni, lehet, hogy ezt inkább most elengedem. Viszont a holnapi nap biztos, hogy ki fogok külni majd, és megpróbálom a terveim szerint ezt a rövid parthoz közelebbi sávot megetetve szisztematikusan meghorgászni. Na de hát mi volt a mai napva a tanulságai, úgymond? Ugye a mai napon azért kaptunk egy rendes zivatart, egy rendes vihart jégesővel, ami azért lehűtötte a vizet, és hát félő volt, hogy esetleg utána nem táplálkoznak a halak. Hát hál' Istennek ez nem így lett. Jól működött ez az etetőanyag, ez a rák paszta, ez a shrimp paszta nevű mikropellet, amivel horgáztam a mai nap folyamán. Egy kilót kevertem be, el is fogyott egyébként a nap végére. És ami nagy tanulság volt, hogy valóban igaz volt az, hogy minél közelebb tudtam a parthoz kidobni a szerelékemet, annál hamarabb volt kapásom. Egy problémám volt csak, hogy azért a túlpart előtti rész egy kicsit akadós, főleg, hogy volt előttem egy bedőlt tuskó is, és hát bizony nagyon sok halam bemenekült ide. Volt, amikor már a kapás pillanatában, ugye, hogy becsavarta a spiccet, az már neki pont elég volt, pont annyit nyúlott még a zsinór is, hogy be tudott ugrani a bokorba, és hát elég sok halat veszítettem, és főleg ugye természetesen a jobb halak mentek így be a bokorba. Úgyhogy annyit változtattam a végén, hogy egy egész durva szereléket készítettem, 23-as előkével, egy 10-es vastag húsú MX4-es horoggal, és azzal, amikor kapás volt, akkor tényleg izomból próbáltam meg elhúzni őket a veszélyes területtől. Ez legtöbbször sikerült is, de még az is így is volt 2-3 halvesztésem. Ez a 70 helyi horgászó egyébként tényleg egy kis gyöngyszem, érdemes ide ellátogatni a mecsek lábához. Nagyon szép halak lakják, gyönyörű jószágok tényleg, tehát akivel jöttem, vagyis hogy pontosabban akinek a meghívására érkeztem, Borbély Lajos, ő is azért fogott jó pár szép jószágot, úgyhogy érdemes tényleg ellátogatni ide azoknak, akik szeretnének egy jót féderezni. Nem feltétlenül kell kidobálni a világból, vannak olyan helyek, ahol egy ilyen 50 méterre már elérhető ez a túlsó part, viszont ahogy én mondtam is nektek, engem érdekel az, hogyha megszórok egy ilyen 30 méteres területet kukoricával, illetve pellettel, akkor arra is vajon össze lehet állítani a pontyokat. Hát ez majd a holnapi nap kiderül, tehát ez már a következő epizódnak lesz majd a témája. Én köszönöm, hogy velem voltatok, ha tetszett ez a kis rész, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és hát kommenteljetek nyugodtan pro és kontra, várom a véleményeket. Találkozunk legközelebb is, lehet, hogy ugyaninnen. Sziasztok!